Anyuka és gyerekek fürkészik, hogy férhet rá egyetlen festményre ennyi természeti kincs. A Berek-Szatmári síkon jócskának a olyan érték, amelyet őrizni kell. Nem véletlen, hogy 4 évtizede hivatalos védelmet kaptak ezek a helyek. A 40 éve alakult Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet jubileuma alkalmából pályázatot hirdetett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A legjobb pályamunkákat pedig egy vándorkiállítás keretein belül mutatják be. Ezt a kiállítást meg tudtuk volna úgy is valósítani, hogy egyszerű dokumentumfotókat hozunk be, egy darab nagy kócsagról, néhány tő itt nyíló virágról, mondjuk debreceni tormáról, és azzal is be tudtuk volna mutatni a kiállítást, de azt gondoltuk, hogy ha gyerek szemmel és gyerek művész szemmel mutatjuk be a tájegységünket, akkor az a rohanó ember megáll egy pillanatra, el tud gondolkodni, és kicsikét meg tudja érteni azt könnyebben és jobban, mint egy dokumentum kép esetében, hogy miért is fontos a természetvédelem, miért is fontos az, hogy most már 40 éves ez a tájegység. A gyerek alkotásokat pedig a gyerekek is más szemmel nézik. Óvodások most nem indulhattak a pályázaton, de a fölött 18 éves korig bárki. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága rendszerint megmozgatja a természetvédelem iránt fogékony diákokat. Most sem volt ez másképp, 166 pályázatot kellett értékelniük. Igazából nem a száma a lényeg, hanem az, hogy minél több embert tudjunk megszólítani, és nagy öröm számunkra, hogy nem csak a megyéből, hanem távolabbról is, akár Pécsről vagy Győrből is jelentkeznek erre a pályázatra, amit meghirdetünk, ugyanis, mint ahogy mondtam, ezt minden évben igyekszünk kiírni, mindig keresünk egy olyan fajt, egy olyan élőhelyet, amit fókuszba szeretnénk állítani. 2022-ben a tájvédelmi körzet volt, ami fókuszba került 40 éves jubileuma miatt. Érkeztek olyan rajzok, amelyekről nehéz megállapítani, hogy nem fotó. Volt, aki egészen különleges, mozaik darabkákból alkotta meg a természet egy varázslatos szeletét. Az idősebbek pedig akár a kötés-horgolás technikáját is bevetették, és volt, aki kerámiával mutatott be sok növényt és rovart a környezetünkből. A kancsó az úgy jött, hogy így a legtöbb felületet ki tudom használni a díszítésre, hogy minél több mindent tudjak megmutatni a bogarakkal és egyéb állatokkal rajta. Hát rátétes díszítéssel készült, ez egy elég általános díszítési forma a kerámia világában, és hát egy olyan hét alatt készült el így kezdettől a végéig. A kiállítás május 25-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központ földszinti terében. Később például Máté Szalkára és a Hortobágyra is szeretnék elvinni és bemutatni a tárlatot.